Kölyök szibériai tigrisek a Nyíregyházi Állatparkban. Ezek a képek még 2015-ben készültek. A testvérpár nőstény tagja már korábban új otthonra lelt. Az azóta felnőtt hímegyedet, Vadimot azonban a napokban költöztették új otthonába. A szibériai tigrist az Európai Fajmegőrző Program keretében a faj koordinátora helyezte tovább egy holland állatkertbe. Szibériai tigriseket több mint 20 éve tartunk és tenyésztünk egy nagyon különleges program keretén belül, hiszen nagyon fontos, hogy zártartási körülmények között megmentsük őket, mert végveszélyben vannak a természetben. Annak idején 9 alfaja volt a tigriseknek, viszont a Kaszpia, Jávai és Balti már kipusztult, és végveszélyben van az összes többi maradék 6 alfa is, a Szibéria is, egyébként a legkülönlegesebb alfajok egyike, a legnagyobb testtömegű tigris alfaj, hiszen egy hím akár 200 kg-os is lehet, és nekik van egyedül hasi zsírrétege, hiszen ők a hidegebb területeken őshonosak. Ezek pedig már a búcsú napján készült felvételek. Az altatást követően Vadimot még közvetlenül a szállítás előtt is megvizsgálja az állatorvosi csapat. Egy biztos, az állat jó súlyban indulhat 1600 kilométerrel lévő új otthonába. Mikor a fajkoordinátora eldönti, hogy egyes egyedek hova kerüljenek, akkor a két állatkert, a fogadó és a tartó állatkert felveszi egymással a kapcsolatot, és megbeszélik, milyen vizsgálatokra van szükség a beutazás előtt az állatnak, tehát hónapokkal előtte történik a szállítás megtervezése, sőt, mikor bealtatják az állatot, utána közvetlenül a szállítás előtt is még az utolsó laborvizsgálatok zajlanak, hiszen gondoljunk végig, hogy teljesen más egy vadon élő, egy vadállatot szállítani, nem úgy, mint egy kutyus berakjunk a szállítóboxba és irány haza, itt komoly altatási előkészületek szükségesek, hiszen nagyon kevesen tudják azt, hogy bár állatkertben élnek ezek az állatok, ezek nem szelídek. Az európai állatkertek közül Nyíregyházán található a legtöbb tigris alfaj. A nagymacskákat kedvelő közönség a szibériai mellett szumátrai, maláj és bengáli tigriseket is láthat. A Nyíregyházi Állatparkban lakó 500 állatfajból 100 az Európai Fajmegőrző Programban résztvevő faj.